Azt mondják, hogy a Jobbikkal szemben, ha valaki fel akar lépni, akkor a Munkáspártra kell szavazni. Ez az egyetlen lehetőség? Hát nézze, ha azt akar, hogy a Jobbik erősödjen, akkor szavazzanak rájuk, de hát a Jobbik föl fogja robbantani a magyar polgári demokratikus rendet, és ezt mindenki tudja. De úgy látja, hogy a Jobbik győzelemre esélyes? Hát a Jobbiknak minden esélye megvan, hogy ő lesz a második párt, és ki tudja, hogy mennyi százalékot kap. Hogy én nem nagyon szeretnék Orbán Viktor helyébe lenni egy olyan Jobbik esetében, amely ott van szorosan mellette. Ugye Európa ez biztos, hogy nem fogja, és egy megoldatlan problémát lehet a cigányokat szidni, utálni, azzal fenyegetőzni, hogy kiírtam őket, de hát nem lehet egy társadalmi réteget kiírtani, nem lehet eltüntetni. Valóságos probléma. Kenyeret kell adni, munkahelyeket kell teremteni. Az ő szájuk jár, de valójában nem adnak megoldást. A kérdés az, hogy ki fog munkahelyeket teremteni. Ön azt mondta az egyik, talán éppen itt az estében a közmédiában mondta, hogy ahol nincs multi, ott nyomorognak az emberek. Ugyanakkor meg azt is mondja, hogy vissza kell szorítani a külföldi tőkét. Akkor most kell a multi, vagy nem kell a multi? Hát mind a kettő igaz. Persze, a multi oda megy, ahol van autópálya, és ott teremt valamennyi munkahelyet. És ott jól élnek emberek. Az ország többi részén meg rosszul élnek. Akkor a multi a hibás, vagy az autópálya hiány? De hát miért jön ide a multi? Részben azért jön oda, mert a magyar kormány méltóztatik a feneke arra rakni mindent. Ha én akarok üzletet nyitni, vállalkozást, akkor hónapokig járhatok, még megkapom az összes hatósági engedélyt. A multinak így odaadja Orbán Viktor, hogy gyere, odaadok neked mindent. Az elmúlt meg négy kell év az éppen arról szólt. Pénzt a magyarnak kell adni. Nem a szemét külföldinek, ne is haragudjon. Az elmúlt négy évben nagyon sok hír szólt arról, hogy éppen a multi extra profitját akarja a kormány megnyírbálni. Akkor ezek miféle intézkedések voltak hát ön szerint? Hogy nyírbálta meg? Egyet mondjon, a bankokra rárakta a bank profitot, és mi történik? Bemegyek a bankba, 50-60-70%-kal többe kerülnek, fizetnem kell a bankba a saját pénzemért, hogy fölvegyem már. Ennél szemetszúróbb disznóságot nem lehet megcsinálni, és ezt a kormány még úgy adja elő, hogy örüljünk neki, hogy fölvehetem a kis pénzemet. És tudja, hogy mi a disznóság? Menjen el a bankba, és azt mondják önnek, hogy ha mondjuk van bent a betétben 20 milliója, akkor annyi pénzt vesz fel fizetés nélkül, amennyit akar. Tehát kikkel szúrnak ki? A csoróval, a szegényen. Akinek 20 milliója van, annak nem kell annak a bank átvállalja. Banka váltogatja, de a bank átra. Nem fizet egy fillért se. Annyiszor veszi fel a pénzét a kártyára, amennyiszor akarja. Hát lehet, hogy vannak ilyen díjcsomagok, de hát ezt gondolom bankja válogatja, hogy kinek ad és kinek nem. Úgyhogy... A csórónak nem ad, akinek néhány százezer forintja van, meg 1-2 millió, annak nem ad. 20 millió fölött adnak. Azt mondják, hogy most van szükség a Munkáspártra az országgyűlésben, hogy megint idézett, hogy végre elvegyük a pénzt a gazdagoktól. Milyen módszerrel gondolják? Ez nagyon egyszerűen, törvényesen. Hát be kell látni, hogy itt 25 éven keresztül mindent a kisembertől vettek el. A kisembernek már nincs mit odaadnia, nincs mit tőle elvenni. Na most, ha azt akarják, hogy itt Ukrajna legyen, szélső jobb oldal legyen, akkor folytassák. Mi azt mondjuk, hogy ne folytassuk, a kormány, a parlament hozzon olyan törvényeket, amivel megadóztatjuk nagyon szépen, törvényesen a gazdagokat. Ki a gazdag? Én azt mondom, hogy vagyonarót vezessünk be azok számára, akiknek legalább 100 millió forint értékű vagyona van, de vegyük le mondjuk a lakását, meg a kocsiját, legyünk nagyvonalúak. Hány ilyen ember van Magyarországon? Biztos, hogy sok van. Mennyi? Hát azt majd kiszámoljuk, amikor ott leszünk. De mert próbáltak már vagyonadót bevezetni, az derült ki, hogy a bevezetés többe kerülne, mint amennyit hoz. Persze, nem akarták. Hát akik be akarták, vagy eddig beszéltek a bevezetésről, azok maguk is vagyonosak voltak. Hát a vagyonos ember hülye lenne saját magára vagyonadót bevezetni. Mi azt mondjuk, hogy nincs más megoldás, és ez vagy a franciák belátták, hogy érem szépen a gazdagokat meg kell adóztatni, és Depardieu ott hagyta Franciaországot, inkább orosz lett. Hát én nem bánnám, ha a Csányi itt hagyná Magyarországot, csak azért, mert megadóztatjuk 40%-kal. A Krímfélsziget még akkor is maradna neki 60. A Krímfélsziget is orosz lett. Mi a véleménye az elmúlt hetek eseményeiről? Én azt gondolom, hogy minden népnek joga van az önrendelkezésre, a krimi orosz népnek is joga van. Önrendelkezés volt, vagy csalás? Mert hogy azt mondják, hogy volt, ahol Szevasztopolban 123%-os volt a választási részvétel. Krim mindig is orosz terület volt. Hát ezek történelmileg orosz emberek élnek. Ezek nem lehet kétségbe vonni. És a nyugat most játsza ugye a kettős arcú politikát, amit Koszovóban elfogadott, azt a Krimben meg nem lenne. De akkor Ukrajnának azt a részét is érdemes lenne visszacsatolni, vagy lecsatolni Oroszországhoz, ahol oroszok élnek? Hát minden népnek van joga
az önrendelkezésének a megfogalmazására. Én inkább azt vetném, hát miért nem kérdeznek meg más népeket is? Hát a magyar kormány szája jár, hogy Székelyföld, Erdély, meg nem tudom micsoda. Hát tessék, itt a nagy lehetőség. Hát a második világháború után kialakult határok, azok nem kőbe vésettek, már ezerszer megváltoztatták. Németország határa már nem ott van, ahol volt 45-ben, akkor miért pont ott nem lehetne megváltoztatni? Szóval akkor népszavazás Székelyföldön, és ez megoldaná a problémákat? Én azt gondolom, hogy ha megkérdeznék az erdélyi magyarokat, erdélyi székelyeket, hogy mit akarnak, az egy tisztességes eljárás lenne. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönjük. Önöknek is köszönjük a figyelmet, holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a közbeszédben itt a Duna Televízióban. Szép estét, viszontlátásra!